Nagyon édi. Trendi. Szia. Szia, Macskó. Szia. Szia, Paj. Szia, Paj. Bezárodod vissza? Hát, szia! Szia, Macskó! Így örültök? Hogy? Megörülsz Oszkár után? Na, na! Ajaj! Aj. Azon örülünk! Szia! Hát, szia, Macskó! Szia, Macskó! Szia, Paj! Ajaj! A szívül! Bomlik le a ház! Minden! Hello, hello! Hello, Tóth! Szia, Macskó! Mindjárt levesz a lábunkról, te! Na, Macskó! Jaj! Na lássuk, mi van nektek itt a tarsolyban? Na lássuk! Mi? Hozott valamit az angyal! Ajaj! Na, ki kapja? Ki kap fincsiságot? Valaki érdekelt a dologban? Ajaj! Ajaj! Nyami, nyami! Na, ki lesz a nagyobb? Arról én lesz a nagyobb, mert ő... Neki sok energia kell, de látszik, ki tud ülni szépen. Igen. Ülsz. Forog. Ügyes vagy. Tessék. Ülsz. Forog. Fek. Bukfent. Nem jó. Gyere ide. Megy az izgalom, kérem. Fek. Bukfent. Most oh, nem tud. Fek. Bukfent. Ó, na jó. Hát ez milyen dolog? Tesszük. Na egyet. Ó, oh, megy te. Jó, megy a meccs. Igen? Razilias meg. Jaj, de fincsi, jaj, de fincsi. Szereted, Roy? Fincsi, Mr. Roy? Fincsi? Na hallod, Ronaldo, így kiestek. Na jó, van akkor. Na, szia! Jön, Oszkár. Elfáradtam. Igen. Itt vagyok, Oszki, szia! Megzőlte. Ne. Lehet, hogy nincs semmi baj, csak onnan nem tudod kijönni. Drága! Milyen szép. Tiszta nyár itt, mert mondtam én, hogy azt a szájába vettem. Hely, ez biztos megsértette ez a Troger kutya. Rossz vagy! Kutyákat aztán be kell kicsit zárni. Egyszer itt engedjük, lássuk, hogy tud repülni, vagy kevüljük a mélybuszon. Igen, hogy elrepüljön. Nem tud. A lába, mintha... Itt véres a lába. De nem, az nem vér. Ez nem vér? Nem. Jaj, de vizé. Nagyon. Nézzék, ott ki nincs baj a szárnyával. Na, nem. Az lehet, hogyha oda beszállt, fél tonnan kijön. Nem, Roy. Menjek, zárjam be a kutyákon. Menjek. Kicsit próbál meg. Roy, nem szabad. Gyere, Roy! Ott kell, gyertek! Ez már nyolja a száját. Gyere, hamar! Jaj, de szép. Menjél be te is. Olyan szép. Nagyon édes. De olyan édi. Hát ki tudja. Roy találta meg. Nem lesz. Né! Gyertek! Drága te.
Hát tegyem le? Ahogy bezártól láttuk, hogy menni, ha nem, akkor meg kell hívjuk a minibuszikot, hogy elvisszük, hogy ezt megmentik. Ne, ennek valami baja van. Nem tud lábra állni. Mennyi? Ha az előbb ment. Ha ott jött valaki, de nehogy ő. Ott ment egy kicsit. Kacsa megtalálója. Drága, nagyon szép vagy. Melyek most a kedves mellett? Ma volt talán, igaz? Most nem. Igen, most. Egy nevet kérlek szépen. Na, letettük a kiskacsát a Dokinál, jó hírek vannak egyelőre, úgy néz ki, nincs semmi bajok. Fiatal, nincs eltörve semmiért, mire kivettük most az autóban, nagyon meg volt nyugodva, úgyhogy pár nap, és akkor majd fognak hívni, hogy vigyük vissza oda egy. Hello! Annyira klassz, mert végre, nem is tudom, két hét rossz idő után végre megint egy gyönyörű tavaszi időjárás van. És az a jó ebben, hogy egyelőre nincs olyan nagyon nagy kánikula, hanem ilyen totál tűrhető, ez ilyen 25 fok, ami nagyon jó, úgyhogy klassz. Mai nap az ilyen munkákkal lesz tele, nagyon sok munkával vagyok, kicsit elmaradva most a sok utazás miatt, úgyhogy ma elég húzós lesz. Délután az is lehet, hogy még összejön egy fűnyírás jegesben. Addig is kezdődjön el akkor a nap, is tervezzünk.